Megelevenedett a múlt vasárnap a PMFC stadionban. Igaz, hogy a tempó nem volt a régi, de helyzetekben, hatalmas védésekben és szebbnél szebb gólokban nem volt hiány. Egykori korszakos legendák öltötték magukra ismét a piros-fekete és a címeres meszt. Gála mérkőzést játszott egymással a PMSC öregfiúk és a magyar öregfiúk válogatott a Mercantil Bank Liga 2021-22-es szezonzárója előtt. A lefújás után a klub elbúcsúztatta korábbi kiváló játékosai közül Tököli Attilát, Fehér Csabát, Márton Gábort és Gera Zoltánt. Az egykori pécsi legendák az első félidőben a magyar válogatottat, a másodikban pedig a PMSC-t erősítették. A kezdeteket mondhatom, hogy itt kezdtem 97-től. Nagyon az elején jártam, jó kezekben voltam, jó edzőim voltak, akik segítettek abba, hogy ez a három év, amit itt eltöltöttem, utána tudjok menni tovább a Fradiba. Úgyhogy nagyon sok barátot szereztem, sok jó indulatú ember, nagyon jól éreztem magam itt. Nyilván itt nőttem fel, itt kezdtem el focizni, itt lettem NB1-es játékos, tehát a kezdeteket. És igazából ez egy nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom, hogy a Feriék részéről, hogy megemlékeznek azokról a játékosokról, akik itt valahogy is futballoztak, és esetleg a válogatottig is eljutottak, úgyhogy bízom benne, hogy ez majd megragad más csapatoknál is. Úgyhogy igazából ennyi jó érzés volt, hát most fáradtság van. Nagyon fontos volt, és nagyon jól éreztem magam, tényleg itt olyan emberekkel találkoztam, akár saját csapatban, akár ellenféllel, akit túlzás nélkül mondhatom, hogy gyerekkoromban vagy tátott szájjal néztem, vagy később megadatott, hogy egy csapatba szerepeltünk. Úgyhogy régóta vártam, tudtam, hogy a Feriék régóta szervezik, ugye itt a vírus miatt ez nem valósulhatott meg. Végre mai nap sikerült, túl vagyunk a mérkőzésen, nagyon jól éreztük magunkat, köszönet a közönségnek, és vacsoraasztalnál folytatjuk a beszélgetést. Pécsén úgy emlékszem vissza, hogy túlzás nélkül mondhatom, nem hogy labdarúgó itt lettem, inkább ember itt lettem. Ugye én középiskolába is ide jártunk, Tököli Attilával, Dárdai Palival, de sorolhatnám a többi játékost, aki később a válogatottságig jutott. Úgyhogy rengeteg szép emléköt ehhez a pályához, tényleg minden egyes szegletéhez. Ezek kitörölhetetlen dolgok, és sok energiát adtak a jövőben is. Nem gondoltam volna, hogy még játszok ezen a pályán. Egyáltalán főleg nem, hogy közönség előtt, úgyhogy hát jó érzés volt az emberben nyilván. Előhoz dolgokat. Hát valahogy így kéne működnie, annak azt gondolom, talán itt vagyunk páran, akik ezt megérdemeljük, amit a klubba, a klubért tettünk hosszú időn keresztül. Hát a játék azt megpróbálunk hasonlítani a régi önmagunkhoz, de hát nyilván itt azért vannak, akik ilyen 40 év körüliek, azért itt már a korban már 10-15 év nagyon sokat számít. Hiába is próbálja az ember egy kicsit karban tartani magát, a foci az foci. Te kell indulni, föl kell ugrani, nem ugyanaz, hát ilyenkor meg arra szokták mondani, hogy fejében még megvan. Úgyhogy igyekeztünk, remélem jól szórakoztak a szurkolók, nekünk meg egy nagyszerű dolog volt. Vajon milyen tanácsot ad a fiatal focistáknak egy legenda? Szeresse a futballt nagyon, legyen szorgalmas, legyen jó hozzáállása, és ott futballozzon sokat, élvezze, nagyon fontos, és vállaljon a felelősséget mindig a tetteiért. Ugye a profi sportonak nagyon fontos, hogy tudja azt, hogy mit miért csinál, úgyhogy, de a legfontosabb az, hogy élvezze. Azért ez egy, amikor egy gyerek elkezdi, akkor nem arra gondol, hogy én most nagy sztár akarok lenni, vagy pénzt akarok keresni, hanem egyszerűen szereti a futballt. A futballnak a szeretete az, ha mindig megvan, akkor az egy nagyon jó alap. A mérkőzés után az egyéb elfoglaltságai miatt távol maradó dr. Kacérc Béla és Dárdai Pál is megkapta megérdemelt búcsú ajándékát. Köszöntötték Mészáros Ferencet is, aki oroszlán részt vállalt abban, hogy létrejöhetett ez az esemény. Az ajándék Pécs és válogatott meszt, valamint az emlékplaketteket Kránic Ákos ügyvezetőigazgató, Győri János operatív igazgató, még az MLS részéről Bánki Erik és Gellei Imre adta át.